A hétvégén már elindult a karácsony előtti vásárlási roham. A magyarországi kereskedők mintegy 22%-a vett részt a Black Friday leárazásaiban. Már most jelentősen megugrott a kiskereskedelmi forgalom. Ez a növekedés kitart az év végéig. Megteltek vásárlók kalaplázák a hétvégén, a Black Friday nevű akciókkal idén is számottevő bevételre tettek szert, elsősorban a műszaki cikkeket forgalmazó áruházak. Az elektronikai termékek mellett az akciós ruhák, cipők és sportfelszerelések iránt is nagy volt a kereslet. Az elemzők szerint az erősödő vásárló erő is hozzájárul ahhoz, hogy többet költünk. Egyesek szerint a hazai kiskereskedelmi forgalom 3-4%-kal meghaladhatja a tavalyit és idén elérheti az 1000 milliárdot. A múlt hétvégén a webes áruházakat is sokan felkeresték, az átlagos kosárérték szinte mindenütt lekörözte a tavalyit. A magyarországi kereskedők mintegy 22%-a vett részt idén a fekete péntek leárazásaiban, de az igazi évvégi bevásárlási hajrá még csak ezután következik. Görömbeinő dr. Balmaz Katalina vendégem, aki az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület alelnöke és egyben a Megyei Békéltető Testület elnöke. Köszöntöm. Nos, a növekvő kiskereskedelmi forgalom együtt jár a kifogások növekvő számával is? Természetesen a nagy számok törvénye alapján, és talán azért is, mert egy kicsit felelőtlenebbek vagyunk így a karácsonyi bevásárlások idején, pedig pont ilyenkor kellene körültekintőbben eljárnunk, hogy csak egy-két kirívó vagy olyan témát említsek, amivel érdemes odafigyelni, hogy piacokon vagy egyéb ilyen utcai árusnál, stb., ha veszünk valami komolyabb terméket, akkor minden esetben kérjük el a blokkot. Másik dolog pedig, hogy abban az esetben, ha esetleg mondjuk ruhaneműt veszünk, és kétséges az, hogy a méret vagy a szín megfelelő lesz-e, akkor beszéljük meg a kereskedővel, hogy a vásár után, karácsony után hol található, hol van az üzlete, és lehetőség van-e arra, mert a jogszabály nem kötelezi ilyenkor, hogy kicserélje, ha csak nem megfelelőt vásároltunk, és nem hibás a termék, hogy lehetőség van-e arra esetleg, hogy ezt kicserélje, vagy kiválassza a megfelelő méretűt, és hogyha azt mondja a kereskedő, hogy igen, akkor ezt próbáljuk meg, hogy írja rá a blokknak a hátuljára. Mert itt a nagy karácsonyi tülekedésben minden eladó, és akkor sokszor úgy járunk, hogy nem jó ajándékot választottunk, és utána meg nem is tudunk vele mit kezdeni, mert egyszerűen nem tudjuk, hogy hova vihetjük vissza. Mi az, amire különösen érdemes odafigyelnünk? Műszaki termék vásárlásakor. Ne várjuk meg a szentestét, a karácsonyi ajándék átadást azzal, hogy a terméket kipróbáljuk. Van egy háromnapos lehetőség, hogyha 72 órán belül kiderül, hogy hibás terméket vásároltunk, és ezt visszavisszük a kereskedőhöz, akkor a kereskedőnek anélkül, hogy a hiba okát kutatná, kötelessége kicserélni. Próbáljuk meg úgy felbontani az ajándékot, hogy a csomagolás ne nagyon sérüljön, de mindenképpen próbáljuk ki. Igen, gondolom sokakat ez tart vissza, hogy a szép dobozt meg kell bontani, de ezt még mindig inkább megéri. Igen. Aztán, ha e-kereskedelemben vásárolunk, ne halasszuk az utolsó pillanatra. Igaz, hogy az e-áruházak általában azt mondják, hogy egy-két napos szállítási határidő, de itt is sokkal jobban járunk, ha már jóval előtte megrendeljük, hiszen így karácsonykor a posta is, és ezek a csomagküldő szolgálatok is nagyon leterheltek. Nem biztos, hogy odaérkezik az az ajándék, és elvész az ünnep varázsa, ha két ünnep között vagy januárban érkezik meg a szánt ajándék. Arról nem beszélve, hogy neten is rendelhetünk olyan terméket, ami mégsem megfelelő. Tehát így erre is van. Időt kell hagyni. És itt viszont rendelkezésünkre áll a 14 napos elállási jog, ami azt jelenti, hogy a netes rendelés az egy olyan dolgot rendelek, amit nem tudok megfogni, nem tudok felpróbálni, és ezért egész Európai Unió területén olyan szabályozás van, hogy a fogyasztó indoklás nélkül 14 napon belül elállhat a vásárlástól, ilyenkor vissza kell küldeni a terméket.
ennek a költségei egyébként a fogyasztót terhelik, a visszaküldés költségei, és akkor a webáruháznak vissza kell fizetni, ha már kifizettük az árát természetesen. Ezek szerint, ha olyan terméket rendelünk neten, amit ajándéknak szánunk, és csak az illető, a megajándékozott tudja eldönteni, hogy az neki jó vagy sem, akkor érdemes ezt a 14 napot úgy belőni, hogy ő ezt megtehesse. Így van. Ha viszont az a cél, hogy kifogástalan terméket ajándékozzunk, akkor korábban kell rendelni. Így van, igen. Mik azok a legnagyobb veszélyek, amik például a webes kereskedelemben vannak? Minden esetben győződjünk meg arról, hogy ez egy, hogy mondjam, tehát jogilag tisztán működő webáruház. Ezt például megtehetjük oly módon, hogy megnézzük, hogy fel van-e tüntetve az, hogy hol van bejegyezve ez a cég. Ugyanis nagyon szigorú előírásokat ír elő egy kormányrendelet arra vonatkozóan, hogy mit kell, milyen tájékoztatási kötelezettségei vannak egy webáruháznak. Itt kezdve a jótállási, szavatossági jogoktól, az elállási jog gyakorlásáig, a téves vásárlásnak a törléséig, az, hogy a vásárlásról értesítést kell kapni a fogyasztónak. Ugyanis mindaddig, míg mi nem kapunk egy e-mailt, a megadott e-mail címre, hogy még terméket vásároltuk meg, mennyi pénzért, és még webáruháztól, addig nem is jön létre a fogyasztói szerződés. Tehát, ha ilyen visszajelzést kapunk, nem kapunk, akkor ne várjuk, hogy a termék megérkezik. A másik pedig az, hogy nem mindig biztos az, hogyha hu végződésű a webáruház webcíme, hogy az magyarországi. Mint már említettem, Európai Unión belül érvényes ez a 14 napos elállási jog, tehát ha kínai áruházból rendelünk, akkor nem biztos, hogy, sőt, biztos, hogy ez nem vonatkozik. Tehát nem garancia a hu végződés arra, hogy mi Magyarországon bejegyzett áruházból vásárolunk. Mit tud tenni például a békéltető testület, vagy hová fordulhat a fogyasztó, hogyha olyan helyzetbe kerül, hogy nem tudja érvényesíteni azokat a jogokat, amikről úgy gondolja, hogy őt megilletik? Elsődlegesen arra hívnám fel a fogyasztó figyelmét, hogy ne rögtön hozzánk szaladjon, ugyanis ahhoz, hogy mi elkezdhessük az eljárást, ahhoz szükséges az, hogy bizonyítható módon a fogyasztó először a kereskedővel, a vállalkozással kísérelje meg a panaszának a rendezését, és ha ez nem vezet eredményre, vagy nem, számára nem megfelelően vezet eredményre, akkor fordulhat hozzánk. Mi az, ami bizonyításnak számít? Tehát mivel tudom igazolni azt, hogy én próbálkoztam? Hát mondjuk egy levéllel, vagy egy olyan e-maillel, ami követhető, hogy valóban elküldésre került. De ha olyan szerződést kötünk, hogy mondjuk szóbeli szerződést, mert sajnos az utóbbi időben, vagy még mai napig is tapasztalható ilyen, akkor mindenképpen úgynevezett könyvelt küldeményként küldjük el a felszólító levelünket az általunk ismert címre. Jellemzően a hagyományos kereskedelem, vagy inkább az e-kereskedelem az, ami veszélyeztetettebb, illetve amiből több ügyük keletkezik? Nálunk még a hagyományos kereskedelemből van több ügy, de az utóbbi időben már azért egyre nagyobb számban, és olyan fogyasztói tájékozatlanság miatt ügyek is vannak. Beszéltünk itt a futárcégekről. Itt nagyon fontos felhívni a fogyasztó figyelmét arra, hogy itt a futárcéggel őneki tulajdonképpen nincs jogviszonya. Itt a csomagot feladó, tehát a kereskedő és a futárcég között van jogviszony, sőt, ő addig, míg át nem vette a terméket, nem is tulajdonosa a terméknek, míg ki nem fizette. Ez alól egy kivétel van, ha a terméket úgy vásárolta meg, hogy már bankkártyával kifizette a terméket, és ő ezt igazolni tudja, akkor onnantól kezdve ő a terméknek a gazdája, és ez a reklamálásnál nem mindegy.
nagyon fontos felhívni a fogyasztók figyelmét arra, hogy győződjenek meg a csomag átvételét követően, még mielőtt a futár elszaladna, hogy sértetlen-e a csomag. Előtte ugyanis nem tudják megtenni, mert ha utánvétel rendelték, akkor addig, míg az utánvétet ki nem fizeti és alá nem írja a átvételi nyilatkozatot, addig nem kapja meg a csomagot. Tehát azért mondom, hogy mindenképpen nézzük meg, hogy nem sérült-e. Ugyanis ha sérült a csomagolás, akkor a futárnak kötelessége jegyzőkönyvet erről a sérülésről felvenni. És innentől kezdve mehetünk tovább, mert ha már egyszer átvettük, és nézzük meg, hogy mit írunk alá, mit tartalmaz az átvételi elismervény, mert ha úgy vettük át, hogy sértetlenül, és ezt igazoljuk az aláírásunkkal, akkor már nem tudunk már mit kihez tenni. Fordulni. Tehát legyünk tudatosak a fogyasztás során. Köszönöm szépen a jó tanácsokat. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.